Szia! Szia! A mai videoblogban azt a témát járjuk körül, hogy hogyan találd meg a saját stílusodat. Ehhez 4 tippet is mondunk, amik segíteni fognak téged, és a végén még egy ajándékot is kapsz tőlünk. Kezdjük azzal, hogy eleve minden képbe belerajzolod vagy belefested saját magad, mert a személyiséged az tükröződni fog a képeidbe. Például, hogyha egy precíz, pontos ember vagy, akkor a rajzaid is ilyennek lesznek, és közel fog válni hozzád a fotorealisztikus stílus. De hogyha egy pörgős ember vagy, aki nehezen tud megülni a fenekén, akkor neki a rajza is, a vonalai is sokkal lendületesebbek lesznek, és sokkal nehezebben fogja megcsinálni azt, hogy hiperrealisztikus módon rajzoljon vagy fessen. De nem is ez a cél. Az, hogy most melyik a jobb, nincs jó meg rossz. Van, aki így fest, van, aki meg úgy. Most térjünk rá arra a kérdésre, hogyan találd meg a saját stílusodat. Első ötlet. Kezdj el ugyanazzal az eszközzel különböző stílusokban rajzolni. Például grafitszerozás rajzolásnál alkalmaz különböző tónusozási technikákat. Az egyik ilyen lehetőség az összemosás technikája. Erre megmutatjuk Gutmann Adrit csodálatos grafikáját. Itt az összes tónusérték, tónusfolt összemosással van kialakítva. Egy másik lehetőség a vonalas árnyékolás technika alkalmazása. Erre Batári István rajzát mutatjuk meg, ahol megfigyelhető, hogy minden egyes tónusfolt kizárólag csak vonalakkal van kialakítva. Próbáld ki mindkettőt, vagy akár még többet, nézd meg azt, hogy melyik az, ami könnyen megy, melyik az, ami tetszik, melyik az, amit jó érzéssel csinálsz. A második tippünk az az, hogy ugyanazt a képet rajzold vagy fest meg ugyanazokkal a színekkel, csak más eszközökkel. Ugye erről szólt a januári videómagazinunk is, amikor ezt a képet festettem meg 2 különböző stílusban. Az egyik egy realisztikusabb stílus, a másik egy lendületesebb stílus. A kettő között az a különbség, hogy másfajta ecsetet használtam, és más volt az ecsetkezelés a 2 képnél. A lendületes stílus az nem azt jelenti, hogy könnyen fogsz festeni, vagy könnyedén fogsz festeni. Fejben ugyanúgy nagyon ott kell lenni, mert a formákat meg kell figyelned, ezt nem tudod megspórolni. Egy nagyon nagy tanulási folyamat lesz saját magadról. A harmadik segítség a saját stílus megtalálásában a témaválasztás. Nem csak a technika számít. Az is nagyon fontos, hogy milyen témát választasz. Olyat válasz, ami a szívedhez közel áll, amit lelkesen csinálsz, amire bele tudod adni a szívedet, a lelkedet. Ezek sokkal jobban fognak sikerülni. Nézd, mutatunk egy példát. Szegedi Tamara témája a kisgyermekek portréja. Megcsinálta festményben, pasztellel, vegyes technikával. Itt nem az volt a lényeg, hogy milyen ecsetvonásokat használ, hanem hogy mi a téma, ez lett rá jellemző. Te is válassz olyat, amiben igazán úgy érzed, hogy ez nagyon megfog téged. A negyedik tippünk a saját stílus megtalálásához az a színhasználat. A színek is lehetnek jellemzőek rád. Nézd például Lukács Andinak a Mennyasszony sorozatát. Mindig 3 színt használ a képek megfestéséhez. Egy feketét, egy fehéret, és mindig egy harmadik színt is belevisz, és ezeknek az árnyalataiból dolgozza ki ezeket a képeket. De ez az ötlet sem így jött Andinak. Neki is volt egy gondolata, nekem is volt egy gondolatom, a kettőt összegyúrtuk, és azokból alakultak ki ezek a képek. Ma már ezek olyanok, amiket ránézünk a képekre, akkor tudjuk, hogy Lukács Andinak a képei. És most jön az extra bónusz segítség. A honlapunkon találsz egy ingyenes szoftvert, ami átalakítja a képeket különböző stílusban. Be kell tölteni egy fotót a programba, ki kell választani a stílust, ez lehet rajzos, festős, fotorealisztikus, lendületes. És utána a program átalakítja a kiválasztott stílusnak megfelelően a képet. Meg tudod nézni, hogy hogy néz ki, és el tudsz indulni abba az irányba, amelyik stílus a legjobban tetszik neked. Hol találod ezt a szoftvert? Menj fel a honlapunkra, valdorart.hu, keresd meg a menüben a rajzblog szekciót, és választ ki a Hogyan segít a számítógép a rajzolásban című cikket. Töltsd le a szoftvert, kísérletezz, és találd meg a saját stílusod.